Na, sziasztok, én Alex vagyok, és a beígért videó ugye, hogy be fogom mutatni a season-t, mielőtt meg fog nyílni, ugye, hogy tudjátok, hogy mégis mi ez, de az legyen a nyitáskor, hogy jaj, ez mi ez, hogy van, hogy kell kezelni, nézni, ezt végignézitek, és akkor nagyjából fogtok tudni mindent, hogyha nem mindent, akkor Discordon ott van a segítségkérés, és lehet kérdezni nyugodtan, vagy a közös beszélgető, hogyha éppen van aktív moderátor, vagy akár én, ugye. Na, akkor kezdjünk neki igazából, hogy mégis mi ez a season, miért ennyire felkapott, miért szeretné igazából, szinte már tényleg mindenki, hogy nyisson meg. Igazából a Silver Clubnak az alapja, csak seasonek beosztva. Ezt úgy kell értelmezni, hogy 3 hónap, igazából hasonló, mint a HCF-nél, hogy ilyen seasonek vannak, szezonok ugye, és csak itt nem 1 hónapos vagy pár hetes, hanem itt 3 hónapig fog menni, és akkor végén egy nagy nyereményt fogunk kiosztani, aki tényleg megnyeri, ez még egyelőre titok, mert még nincs teljesen átbeszélve meg minden, de egy nagy nyereményt fog nyerni az utolsó héten az, aki top 1 marad, ugye, és ebbe le kell ugye akkor mindent adni nyilván, ugye mivel újra fog indulni mindig a season, a szezon, ezért nyilván a cuccok is, a statisztikák is, a questek is, ugye ezekbe bele fogok mind menni, a szigeted is, a pénzed is, a tárgyaid is, a minden igazából törölve lesz, ugye. A jogok, rangok megmaradnak, ez fontos tudni. A flyok meg ezek, amiket szereztél a szezon alatt, szóval amiket kinyitottál a fly meg ezek nem maradnak meg. Ezek nem maradnak meg, hogyha szeretnél flyt úgymond örökké, azt majd lesz rá lehetőség, hogy vásárolja a webshopba, szóval nem kell mindig kinyitnod ugye, és akkor lesz mindig minden szezonnál egy fly rangod ugye, jogod, szóval elmondtam nagyjából a lényeget a szervernek, hogy miért másabb, mégis miért jobb ugye, mint a Silver Club. Több slotos lesz, ez a következő pont, amire szeretnék kitérni. Nyilván többen, azt akarjuk, hogy minél többen tudjatok egyszerre játszani. Itt jól be lehet minden állítva, tehát engedni fogja, hogy akár szerintem egy 150-et biztos fog engedni, de akár 200-at is majd később kiderül, ugye még nem tudtuk tesztelni ennyi játékossal. Szóval beszeretném mutatni igazából a spont, és hogy mik változtak így nagyon így dióhéjba igazából egyenlőre, és utána ki fogok térni minden videóba egy pontos témára, hogy mégis ami érdekel titeket, igaz, ezt komment szekcióban le tudjátok írni. Szóval, meg akik támogattak Patreonon, ugye, erre is ki szerettem volna térni, hogy azok majd a per Patreon parancsal tudják átvenni a cuccokat, ugye, amit megvettek. És akkor nem kell várni, ugye, hogy feljön egy admin, odaadja, stb. Ez full automatikus lesz. Szóval, itt van ugye a láda, ugye új spawn, ezt elfelejtettem mondani, de igen, új spawn van. A Péter Lajos építette, szerintem nagyon jó munkát végzett, és jó lett. Szerintem főleg ez a sasit nézzétek meg. De mondom, erre majd kitérek itt. Szóval, ezt a ládákat gyorsan be akarom mutatni. Dungeon változott egy kicsit ugye, a Draconic változott, hogy lett egy újféle textiles. Ugye, ha ezeket nem vágod, nem tudod, hogy mik lettek igazából behozva, még a Discordon a sneak peek szobát tudod követni, hiszen oda raktam ki folyton, hogy mégis mi változik, meg miket hozok be, ugye. Na, de a ládák nagyjából ugyanezek maradtak ugye, mert nem is volt probléma a ládákkal nagyon, meg a tartalmával. Na, egy probléma volt viszont, ami miatt nagyon sok ember mondott ötletet is, és tényleg mondta, hogy valamit kezdjünk már ezzel, valamit már lehessen ezzel csinálni, most az XP-ről van szó. A Perenchant Shop parancsal, most már tudtok enchantokat vásárolni, nem alap enchantokat, ami a Minecraftban van, hanem saját enchantokat tudtok vásárolni. 100-valahány enchant van, 100-valahány féle, és mint látjátok, kategóriákban vannak, ugye, hogy milyen jó, és akkor mennyire drága, ugye? Igazából azért kell, hogy mondjam, azért nem jut sok dolog az eszembe, mert annyi minden van, hogy próbálom valahogy ebbe a videóba tényleg belerakni, és majd külön témákra kitérni, de ez a videó ez inkább egy ilyen
dióhéj videó, hogyha mondjuk nem akarod végignézni az összes videót, akkor ezt végignézed és kész, tudjad azért mi változott. Ugye akartátok sokan, hogy legyen új spawner, legyen kicsit másabb a játék stílus, ugye? Ezt megtettem. És igen, a bolt változott, itt ahogy látjátok. És kitűnő spawner bolt, most már plusz 2 spawnert lehet vásárolni, illetve van 4 féle, amit viszont csak találni lehet, bosszok által szerezni, szóval bosszoknak most már több értelme lesz, és egyéb módokon Envoy, tényleg az Envoyra is ki fog térni, hogy mi is az az Envoy, miért egy jó dolog. Kisebb update, hogyha most már megöltök egy mobot, ami stackelve van, akkor az összes meghal, szóval mondjuk 20 HP, ami 20-at sebeztek, akkor ez egész stack meghal, és annyit droppal, amennyit kéne. Ugye sokféle Texas láda érkezett be, 4 féle van most már, ugye az eredeti, a bónusz, a mega és a crown. Lett egy új minion, ugye az új minion az a Texas minion, aki nem tudná, és a Texas minion annyit csinál, hogy egy ládához, ami van csatolva, szóval van egy ládánk, hozzácsatoljuk a ládát a minionhoz, és eladja, ami abban a ládában van. Ez majd rájöttök, hogy miért lesz jó. Hát igen, az egyik legfontosabb minionokat most már tudjátok fejleszteni, illetve amúgy ezt még nem mondtam, mert ez mostani update, hogy a gyűjtő minionok ki lettek véve. Azért lettek kivéve, mert a Changhopper most már tudja azt, amit a gyűjtő minion, hogyha van valami a földön, az adott Changba, akkor megpróbálja megint felvenni, szóval hogyha nincs tele, és akkor ugyanúgy tovább viszi ugye a ládába, a Texas ládába, és akkor egyfajtában adja el. Tehát most már be van építve úgymond egy gyűjtő minion, és most már nem kell igazából. Hát bejöttek ugye a mobcoinok, mobérmék ugye, aki nem tudná, ez is egy nagyon hasznos dolog. Tudtok vásárolni, ugye ott a bolt, ott naponta változik, illetve 3 naponta, mert van egy limitált bolt is. Ott ilyen flyjogokat lehet venni, meg különleges spawnereket, na mindegy. És ezt úgy tudjátok szerezni, hogyha öltök mobot. Ölt egy új csákány is, amit jó páran kértetek, hogy legyen már. Ez olyan, hogy azt hiszem 3x3-as területen kiüti az összes blokkot, viszont nem adja oda. Ez azért jó, mondjuk üveg esetén például, vagy hogyha szét szeretnél valamit rombolni, ugye, és gyorsan ki tudod ütni vele, viszont nem kapod meg a blokkot, ugye, amit kiütöttél. Fontos azt is megemlíteni, hogy bejött egy új loot crate nevezett dolog, és ott igazából az annyi, hogyha valaki vásárol valamit a webshopon, ugye bizonyos összegért, akkor kap mindenki a szerveren egy ilyen ládát, és ki tudja nyitni. Ez ilyen kisebb összegekre kell gondolni, amiket tudsz belőle nyitni, ilyen megadott pénzek kaphatsz igazából, meg mobilmék között nyereményt ugye, hogyha ezt beaktiválod ezt a ládát, és igazából ennyi, szóval ez ilyen kisebb csomag tényleg, hogy ne legyen annyira pay to win mégis, akkor mindenki kapja már valamit. Most már ki lehet venni az XP-t, tehát tudjátok ezt is használni cserélnél. Ezt nem egyszerű parancsal tudjátok. Szóval ezt a XPB parancsal tudjátok használni, és akkor utána ott ugye már minden egyértelmű. Ugye lett egy átváltozó menü, meg tudjátok nézni per D, és akkor itt van az összes átváltozás. Ez ugye változó, hogy melyik rangtól tudod. Ugye sikeresen visszaváltoztál, és vissza is lehet változni itt. Ugye a szigetekre jött be még több fejlesztés. Például tudjátok most már azt is boostolni, hogy a mobok mennyit droppoljanak, mennyi spawnoljon, illetve milyen gyorsan spawnoljanak. És ugye ez a farmolos dolgokkal ezt is lehet bővíteni most már tényleg. Az is top teljesen megváltozott, most már top 16 szigetet ír ugye, és te sokkal, de sokkal több információt tudtok egy szigetről mégis megnézni, mint eddig. Ugye aki nem tudná és nincsen mondjuk fenn Discordon, most már meg tudjátok nézni, hogyha nem vagytok esetleg online, hogy az egy adott játékosnak milyen statisztikái vannak, ugye mondjuk mennyi a szintje, hányadik a top listán, ilyenekre kell gondolni, és ezt mind Discordon meg lehet nézni most már egy parancsal, ami egyelőre, nem is emlékszem el micsoda, de ott le van írva. Ugye elmutattam a boltot, de megmutatom még egy másik dolgot, hogy igazából sokkal, de sokkal szebb, úgymond az elrendezés, most már nem így össze van minden, hanem most már tényleg megnézitek, akkor jól el van rendezve minden. Ugye 1.12-es a szerver, ezt nem is mondtam, az 1.12-vel gyertek fel, hogyha szeretnétek játszani. 1.8-ra is fel tudtok egyébként, csak hát sok minden nem fogtok látni, mondjuk a láma spawnert például. Végre van egy olyan jog, amit nagyon sokan kértetek,
hogy végre legyen, és behoztam, ez az, hogy a szigeten ki tudja kijutni a spawnereket, ugye? Ez eddig ez nagyon nagy probléma volt, és most már ezt is megoldottam. Szóval, örüljetek. És az egyik legnagyobb, ugye az Envoy, mint mondtam. Az Envoy az lényegében egy olyan event, ez két óránként történik, olyan event, hogy beírjátok, hogy per Envoy, ott kiírja, hogy mikor jön a következő. Ugye ezt a káoszba tudjátok elérni, és azt hiszem 200 láda leszpónol, és abba tudtok tárgyakat kapni. Szóval ez nagyon jó, hogy kezdő vagy például. Igen, van itt is PvP timer, szóval az első, azt hiszem 3 órában nem tudnak téged ütni, tehát tökéletes igazából, hogy elmenjél legalább egy darab eventre, és tudjál gyűjtögetni spawnereket, meg ilyeneket. Az, hogy miket tudtok kapni ebből az Envoyból, az egyenlőre titok, majd tapasztaljátok, ha feljöttök, de annyit mondok, a spawnert lehet igen, miért valaki megkérdezi. És a másik fontos dolog, amit akartam kiemelni, az egy olyan dolog, hogy outpost. Az outpost ez olyan, hogy el kell foglalni, és ha elfoglaljátok, egy csapat elfoglalja, ugye itt Skyblock csapatokról beszélünk most, szóval nem egy ember, hanem egy csapat, és ha elfoglalja, akkor kap mindenki egy adott százalék, ezt nem tudom még egyenlőre, ez adott százalék boostot, ugye pénzfarmolásba, illetve kap minden online aktív tag egy monthly crate-et, ugye lesznek olyan ládák, abiben nagyon értékes dolgot tudtok nyitni, ugye ezt vagy így tudjátok szerezni, de ezzel az outpost elfoglalással, vagy vásároljátok a webshopunkba. Igazából ennyi lett volna ez a bemutató, úgymond ilyen elmagyaráztam, hogy mégis mik vannak, és akkor be fogom mutatni, hogy mégis mik lesznek pontosan mindig videóban, ugye, külön téma, hogy mégis mi lesz benne. És akkor külön videókban a témákra lesz szabva, hogy mit fog bemutatni, tényleg szerintem csak így elmondom, és akkor hoppá, gondoljátok úgy, ahogy van, ahogy akarjátok, hanem be fogom mutatni normálisan, és látni fogjátok, hogy mégis milyen. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok, ja igen, hamarosan ez is elérhető a webshopunkba. Köszönöm, hogy itt voltatok. Lájkoljátok a videót, hogyha szeretnétek ugye ezt a sorozatot, és 100 like-nál már fogom szerintem publikálni a következő részt. Hogyha tegyük fel, ma jön össze a 100 like, akkor nem úgy kell érteni, hogy oké, akkor már egyben jön a következő rész, hanem akkor másnap nyilván ugye. Szóval igen. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel a csatornámra, most már elkezdek videózni, mert most már kezd időm lenni igazából. És hát muszáj is valamennyire, szóval beszeretném nektek mutatni ugye ezt. Na mindegy, sziasztok!